Mi haszna, atyám fiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek? Avagy megtarthatja-e őt a hit? Ha pedig az atyafiak, férfiak vagy nők mezítelenek és szűkölködnek mindennapi eledel nélkül, és azt mondja néki valaki ti közületek, menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól, de nem adjátok meg nékik, amikre a szüksége van a testnek, mi annak a haszna? Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában. De mondhatja valaki, néked hited van, nékem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nékem a te hitedet a te cselekedeteidből, és én meg fogom néked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet. Eddig az. Kedves testvéreim, ennek a bibliai résznek, amit mostan Jakab apostol leveléből felolvastam, ezt a címet adták a Biblia fordítása, illetve a Biblia nyomtatása alkalmával, hogy az igazi hit tettekben nyilvánul meg. És én erről szeretnék mostan beszélni, hogy tudjuk, az igazi hit az tettekben nyilvánul meg. Sőt, hadd mondjam így, hogy csak az az igazi hit, amelyik cselekedetekben, jó cselekedetekben válik nyilvánvalóvá. És az ad különös aktualitást ma éppen ennek az ígének és ennek a gondolatnak, mert éppen itt aktualizálódik, és éppen itt élesedik ki a kereszténység és az ateizmus közötti viszonynak az egész problematikája. Tehát itt a hit és a belőle folyó cselekedetek kérdésében. Én már nagyon sokszor elgondoltam azt, és azt hiszem talán ti is egyet értetek vele, ha azt mondom, hogy nekünk hívő embereknek, nekünk hívő keresztényeknek valahogy egészen másképpen kellene látnunk és értékelnünk az ateizmust. És valahogy egészen másképpen kellene viszonyulnunk hozzá, mint ahogyan úgy általában szoktuk. Mi túlságosan negatíven szoktuk megítélni az egész ateizmust. És valahogy úgy gondoljuk, hogy a hit szempontjából veszedelmet jelent a hitre nézve. Valahogy úgy gondoljuk, hogy káros, kártékony hatása van az Isten ismeretre vonatkozóan. Önkéntelenül is valami riadt félelemmel, egy olyan védekező álláspontba kényszerítve érezzük magunkat vele szemben. Pedig testvérek, az ateizmusnak nem csak negatív jelentősége van a hitre vonatkozóan, hanem nagyon-nagyon komoly pozitív jelentősége is. Éppen a hitélet szempontjából. Éppen az Isten ismeretnek a szempontjából. Gondoljatok csak például arra, hogy milyen rendkívül hasznos szolgálatot végez az ateizmus azáltal, hogy küzd kíméletlenül mindenféle bálványozás és babonaság ellen. És ebben a küzdelemben mi hívő emberek a lehető legszorosabb fegyvertársaknak kell, hogy érezzük magunkat az ateistákkal. Mert a józan Isten hitnek, az igaz Isten hitnek egyik legnagyobb veszedelme éppen a babonaság. És 2000 esztendő alatt valóban éppen elég babonás elképzelés tapadt hozzá az emberek hitéhez, mondjuk úgy sok ember hitéhez. Hálásak lehetünk tehát az ateizmusnak, amikor segít gyomlálgatni ezeket a gyomokat, sőt, írtja ezeket a gyomokat. Segítsünk mi is írtani ezeket a gyomokat a magunk hitéből. De testvérek, ezen túlmenően is az ateizmusnak az egész kritikai magatartása, az egész Isten hittel szemben egyáltalán nem káros, és éppen nem veszedelem, hanem nagyon is jótékony és nagyon is hasznos figyelmeztetés.
amelyik bennünket hívő embereket önvizsgálatra kell, hogy kényszerítsen. Arra kell, hogy ösztönözzön, hogy ami bizony nagyon sokszor ferde elképzeléseinket, ami hitünkkel kapcsolatosan és egész Isten fogalmunkkal kapcsolatosan, adjuk csak föl nyugodtan, mert nem kár érte. És próbáljunk mélyebb, igazabb, valóságosabb Isten hitre térni. Hadd mondjam így, testvérem, hogy nekünk hívő embereknek magát az Istent kell halálosan komolyan vennünk abban az ítéletben, amit az Isten az ateistákon keresztül mond fölöttünk, egyház fölött. Az ateizmus tulajdonképpen a hívő emberek hitének a csődje, Isten hitének a csődje. Szinte egészen természetes és magától értetődő következménye annak, hogy a hívő emberek szájjal vallott hite nem bizonyult igaznak és hitelesnek az életükben, a cselekedeteikben. Az ateizmus az egyház egyik kifizetetlen számlája a világban. És nagyon-nagyon jól teszi a keresztény ember, hogyha meghallgatja az ateistát, és komolyan veszi az érveit. Nekünk hívőknek sokkal-sokkal messzebb el kellene mennünk abban a készségben, hogy az ateista embertársunkkal találkozzunk, hogy őt megértsük, és ő vele egy feltétlen szolidaritás légkörében tudjunk találkozni. Testvérek, a hívő és a nem hívő ember e szolidaritásának, ez összetartozásának a területe nem az elmélet, mert ott csak vitázni lehet. Ezt hagyjuk másokra, hanem a gyakorlat, a mindennapi életben megélt magatartás, a cselekedeteknek a területe, hadd mondjam így, hogy az igaz emberségnek a megélése. Ezen a téren tudunk találkozni. És ha mi hiszünk abban, mint ahogyan kétségtelenül hiszünk, hogy a Krisztus evangéliumának van mondani valója ma, 1965-ben a ma élő ember számára, a világban élő ember számára is, akkor azt nekünk elsősorban a tetteinkkel kell hirdetnünk, és tudtul adnunk ennek a világnak. Mert testvérek, az, hogy hisz-e valaki Istenben, vagy pedig nem, igazán nem az elveiből, a dogmatikai elméletéből lehet következtetni és levonni. Az Istenben való hitet, vagy hitetlenséget elsősorban nem a szavaink döntik el, hanem mindenek előtt a cselekedeteink döntik el. Erről szól ez az ige is, amit felolvastam. Hallottátok, Jakab apostol azt írja, hogyha egy hívő ember csak kegyes szavakat tud mondani egy akármilyen szükségben lévő embertársának, de nem adja meg néki azt, amire szüksége van a testnek, nagyon kihangsúlyozza a Jakab apostol, nem a léleknek, hanem a testnek, akkor az ilyen hívő embernek az egész Isten hite halott, meghalt önmagában. Ez pedig, hadd mondjam azt, hogy rosszabb, mint hogyha egyáltalán nem volna néki hite. Mert ami nincs, az nincs. De ha valakinek halott hite van,
az olyan, mintha állandóan egy oszló és fertőző hullát hordana magában. A halott hitnek rosszabb a szaga, amit maga körül áraszt, mint a teljes hitetlenség. Ezt mondja Jakab apostol, a hit pedig, hogyha jó cselekedetei nincsenek, meghal. Halott. Halott hit. Azt jelenti ez, hogy például valaki vallja és hiszi, hogy igaz és helyes, amit Jézus mondjuk a hegyi beszédben tanít. De nem a szerint él. Ez halott. Vagy például, amikor valaki olvassa a Bibliát, eljár a templomba, szívesen hallgatja a predikációt, esetleg tovább is mondja másoknak, hogy milyen jó igehirdetést hallott. A megterített urasztalánál mindig újra és újra elmondja, hogy hiszem és vallom Jézus érdeméért a bűnbocsánatot és az Istennek a kegyelmét. És utána talán még az úrvacsorai bor ízével a szájában elmondja a legutolsó, a legfrissebb pletykát valakinek valakiről. Vagy haraggal, gyűlölettel gondol valakire. Vagy pedig tekint reá valakire. Vagy tele van a szíve, meg a szája keserű panattal. Ez a halott. Tehát amikor vallja valaki Krisztust, de az indulatai és a cselekedetei nem krisztusi cselekedetek. Ez a halott hit. És sok-sok ilyen halott hit miatt van e világban az ateizmus. És tudjátok, testvérek, hogy mi ebben a legrettenetesebb? Az, hogy nem csak olyan van, hogy valaki vallja a Krisztust, de a cselekedetei nem krisztusiak, hanem ennek a fordítottja is van. Az, hogy valaki nem vallja a Krisztust, esetleg tagadja az Istent, a cselekedetei pedig krisztusiak, krisztusi cselekedetei, mert ilyen is van. Én már nagyon sokszor láttam, megszégyenülve, hogy ateistáknak, Isten tagadó embereknek, vagy Istennel abszolút nem törődő embereknek az embertársuk és a világ iránt való szolgálatukban annyi igaz emberség, annyi mély, komoly felelősség érzet nyilatkozott meg, hogy szinte-szinte a krisztusi szeretetnek a fénye ragyogott föl benne. Legyünk tehát nagyon óvatosak, amikor mereven le akarjuk rögzíteni a határvonalat a hívő és a nem hívő ember között. A keresztény és az ateista között. Mert ez a határvonal, testvérek, jól jegyezzük meg, nem két embercsoport, nem bizonyos emberek különböző csoportja, két különböző csoportja között halad ez a határvonal. Pláne nem kelet és nyugatnak a határán valahol, hanem tudjátok, hol halad ez a határvonal. Mindnyájunknak a szíve legközepén. Ne képzeljük ám egyáltalán azt, hogy szeretet, emberség, jóság csak olyan embereknek az életében található, akik hisznek Istenbe. Magunk között vagyunk, hadd mondjam el, nagyon sok keserű tapasztalatban arra nézve, hogy annyi lenézést, annyi önigazult gőgöt, annyi könnyelmű kritikát, tehát konkrét szeretetlenséget szinte sehol nem talál az ember, mint éppen a magukat hívőknek vallott emberek között. És viszont ezzel szemben megszégyenítő jóságot, igaz humanitást,
és szidélyességet talál az ember olyanoknak az életében, akik nem akarnak tudni Istenről semmi kint a világban. Az egyik legmodernebb mai francia író, Camus, akit általában az ateista humanitás legjelesebb képviselőjének tartanak, ír egyszer az egyik regényében egy hitetlen orvosról, aki a szószoros értelmében önfeláldozó módon küzd a pestis ellen, mindent elkövet a betegeinek az érdekében, éjjel-nappal jár és holtra fáradtan injekciózza a betegeit, nem törődve azzal, hogy talán egyszer ő maga is áldozatul esik, vagy bármely pillanatban áldozatul eshetik a rettentő ragálynak. Kétségbe esett küzdelmet vív a halállal szemben, emberek megmentése érdekében. Camus itt azt lehetne mondani, egy ateista szentnek az alakját írja le. Mert ilyenek vannak ám a világban, testvérek. És mostan hadd mondjam ki, még hogyha esetleg megbotránkoztat is némelyeket közülünk, hogy az az orvos például, de mondhatnék más is, te csak egy orvos vagy, aki tagadja Istent, de szereti a betegeit, és önmagát se kímélve küzd az életükért, közelebb áll a Krisztushoz, mint esetleg az a tudós teológus, aki lenézi a kollégáját, és ott árt neki, ahol tud. Pedig az egyik gúnyolódik a hit dolgai fölött, a másik pedig talán köteteket ír mellett. Vagy például azok a fiatal katonák, akik az elmúlt hetekben a dunántúli árvíz elleni küzdelemben az életüket veszítették. Akármilyen gondolkodásúak voltak és elvi beállítottságúak voltak, közelebb állottak Jézushoz, mint az a hívő ember, aki ugyanakkor talán titkon ajtaját behajtva imádkozott, pedig talán segíthetett volna. Hogy is mondja Jézus? Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint amikor az életét adja valaki a barátainak. Életét adni a másik emberét, pláne idegenekért. Ez, testvérek, tiszta krisztusi dolog. És azt is mondotta Jézus, egyszer emlékeztek rá, aki elveszíti az ő életét, én érettem, az megtalálja azt. És ez az én érettem, ugye ezt tudjátok, hogy mit jelent gyakorlatilag. Ez azt jelenti, hogy a másik emberi. Mert Jézus szerint, amit megcselekedtünk, vagy elmulasztottunk egy embertársunkkal szemben, azt vele szemben cselekedtük, vagy vele szemben mulasztottuk el. Szóra-szóra így mondja Jézus, amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Tehát testvérek, ne nézzük le a nem hívő embereket. Ne nézzük le őket. És világért ne gondoljuk, ne képzeljük be magunknak, hogy azért, mert mi így vagy úgy, jól, rosszul hiszünk, bármi tekintetben fölöttük állunk. Ó, dehogy állunk fölöttük. Egyáltalán nem állunk fölöttük. Sőt, szállítsanak le bennünket mindenféle képzelt magaslatról. Pál apostolnak ezek a nagyon-nagyon kemény szavai. Ha egész hitem van is, ugyannyira, hogy hegyeket tudok mozdítani ki a helyükről, de szeretet nincsen én bennem, semmi vagyok. Tehát a legnagyszerűbb, a legöntudatosabb és a legálhitatosabb hit is szeretet nélkül sem. Semmi. Egyáltalán semmi. Tudjátok, testvérek, mi az igazi ateizmus?
Mi az igazi istentelenség? Nos, az embertelenség. Megint Jézusnak a szavaira hadd hivatkozzam, aki azt mondotta, hogy amennyiben nem cselekedtétek meg egyel az én legkisebb atyám fiai közül, hogy egy éhezőnek például enni adtatok, vagy segítettetek néki bármiféle nyomorúságában, akkor én velem nem cselekedtétek meg. Ez az igazi ateizmus. Tehát nem az az igazi ateizmus, amikor tagadja valaki Istennek a létezését, hanem amikor megtagadja valaki az embertársától azt a szeretetet, azt a jóságot, azt a segítséget, amire pedig annak szüksége lenne. Tehát az az igazi ateizmus, amikor valaki embertelenül bánik a másik emberrel. Nem emberségesen bánik a másik emberrel. Az az igazi ateizmus, hogyha hagyod szenvedni a melletted lévő embertársadat, akár ki legyen az, pedig talán egy kedves mozdulattal segíthetnél rajta. Vagy amikor lenézed a másik embert, a nem hívőt, azért, mert ő nem úgy hisz, ahogyan te. Vagy amikor nem veszed észre a könnyet a kollégádnak a szemében, amikor csak magaddal törődsz, és másokkal nem. Ez az igazi ateizmus. Még ha akár milyen buzgón éneklés valaki a Zsoltár a templomban, és ha akár mennyi bibliai idézettel van tele is a feje, mit használ az, ha valaki azt mondja, hogy hite van, így mondja az apostol, ha valaki azt mondja, hogy hite van, de jó cselekedeteiből nem látszik a hite, megtarthatja őt a hit? Számít akkor valamit egyáltalán az a hit? Ezt az apostol mondja, testvérek, nem én. Sőt, ezt az Isten igéje mondja. Nem is az apostol. Tehát a bennünk lévő ateizmus az a veszedelem. Nem a világban lévő. Az, amikor egy hívő ember, Istenben hívő ember embertelenül bánik. Istentelenül, ami azt jelenti embertelenül bánik. A másik ember. A világban lévő külső ateizmusért adjunk hálát az Istennek, testvérek, mert az olyan tükröt tár elénk, amelyikben kétséget kizáró pontossággal megláthatjuk, hogy éle a hitünk, vagy pedig meghalt. Camusnek ez a hitetlen orvosa úgy gondolkodik, hogy ha ő hinne egy mindenható Istennek a létezésében, akkor ő nem strapálná magát a betegek gyógyításával, hanem ezt az egész ügyet rábízná az Úristenre. De az Isten hallgat, és ezért kell néki magának szembeszállni a halál. Miért gondolja az ateista ember, hogy az Isten hallgat? Vagy hogy az Isten hall? Azért, mert hallgatnak azok, és halottak hitben azok, akiknek hirdetniük kellene, mégpedig a tetteikkel kellene hirdetniük, hogy mit mond az Isten. És mit mond az Isten? Azt, amit Jézus megélt. Jézus, aki minden testi és lelki erejét, nagyon sokszor az éjszakai pihenését is föláldozta másokra, hogy könnyítsen az embertársainak a gondján, baján, keserűségén, bánatán, terhén, és még azután az életét is teljességgel föláldozta életnek. Ez a Jézus, a proexisztens Jézus, a proexisztens embernek a példaképe, a másokért létező embernek a példaképe. Ez a Jézus azt mondotta nékünk, amiképpen én cselekedtem veletek, példát adtam néktek, hogy ti is úgy cselekedjetek másokkal és egymással. Nos, testvérek,
A világban lévő ateizmus, ne féljetek, világban lévő ateizmus által Isten nem csúfoltatik meg. Legfeljebb azok, akik szájjal vallják az Istent, de a cselekedeteikkel nem. Azok megcsúfoltatnak. És azoknak meg is kell csúfoltatniuk. De Isten, amit akar, azt elvégzi. A benne hívők nélkül is. Sőt, a benne nem hívők által is. Sőt, az őt tagadók által is. Jézus egyszer azt mondotta, ha ti hallgattok, a kövek fognak kiáltani. Nos, testvérek, a kövek már kiáltak. Hallgassátok csak, hogy például ateista tudósok milyen hangosan kiáltanak a világ lelkiismeretéhez. Visszhangzik az egész földkerekség a kiáltásuktól, amikor kikiáll maga hangszerelésében, azt mondja, vigyázzatok emberek, életveszélyben van a világ. Életveszélyben van az egész emberiség. Ne lőjetek, hanem tárgyaljatok. Kinyitod a világ feneke, és elsüllyed az egész a semmibe. Sartre, ez a nagyon híres, ma élő francia ateista filozófus egyenesen így fogalmazta meg a maga jajkiáltását egyszer. Minden egyes embert úgy kell felelőssé tenni a háborúért, mintha ő maga adta volna ki a hadüzenetet. Nem veszitek észre, testvérek, hogyha nem hívő politikusok, ateista tudósok és írók mondják is, de az Istennek a figyelmeztetését mondják, kiáltanak a kövek, hogyha ti hallgattok, ha mi hallgattok. Mutasd meg a te hitedet a te cselekedeteidből. Ezt mondja az apostol. Értsük meg, hogy nem a dogmatikai elvek számítanak ma, hanem a konkrét cselekedetek. Ezek számítanak. És a legnagyszerűbb, a legáhítatosabb, és a legöntudatosabb hit is, ha nincsenek neki jó cselekedetei, meghalt önmagában. Igazán hinni, élő módon hinni Jézusban, azt jelenti, hogy Jézus halálának és feltámadásának a csodálatos energiája beleárad az ő benne hívő emberbe. Szétömlik a tagjaiban, és a tudatában, meg a tudatalatti világában, és cselekedetekre indítja. Krisztusi tettekben válik nyilvánvalóvá, és igazolódik. A hit tulajdonképpen egy hozzátapadás Krisztushoz, belenövés Krisztusba, mint amikor az oltvány hozzátapad az ághoz, és azon túl annak az életereje élteti tovább. És hogy megfogta-e az oltvány, attól függ, hogy megeredte benne az élet, és hogy növekedik-e, és hogy hoz-e virágot, és hoz-e gyümölcsöt. Testvérek, nagyon hamar kiderül mindnyájunknak a hitéről, hogy élő-e vagy halott. Mert elárulják a cselekedeteit. Mint ahogyan a hőmérő mutatja a hőmérsékletet. Nem a hőmérő csinálja a hőmérsékletet, nem a hőmérő igazgatja az időjárást, nem a cselekedeteink által szerzünk magunknak üdvösséget, a cselekedeteink csak jelzik azt, hogy benne van-e már az egész életünk a Krisztus halála és feltámadása energiájának a hatásában.
Tehát, hogy hiszünk-e igazán a Krisztusban? Nos hát, hiszünk? Hiszünk? Isten hív bennünket önvizsgálatra, Jakab apostolnak a szavain keresztül. Mutasd meg nékem a te hitedet, a te cselekedeteidből. Ne áltassuk magunkat, testvérek! Olvassuk le a hőmérőt. Amen.